Stresszkezelés a munkahelyen, külföldi munkavállalók helyzete, munkavédelem, közösségépítés. Csak néhány téma azok közül, melyek gorcső alá kerülnek. A nyári egyetemre különböző témákkal eddig összesen 33-szor várták az érdeklődőket. Ezúttal a munkaerőpiaci helyzet kap fokozott figyelmet. Ezzel kapcsolatosan lesznek előadások. Egyrészt az egyetemi élet oldaláról, tehát az egyetemi szereplők oldaláról, másrészt fontosnak tartjuk azt, hogy a munkáltatók is elmondhassák, hogy hogyan oldják meg a foglalkoztatási nehézségeiket. Ezért eljön hozzánk a Flextronics-nak a HR vezetője is, Bajor László, illetve itt lesz a MGYOSZ, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója is. A nyári egyetem hallgatóit a város nevében Bali Zoltán alpolgármester köszöntötte. Mint mondta, nagy öröm, hogy a 120 éves szervezet ezúttal Zalaegerszeget választotta. Mindazonáltal, hogy megismerhetik a városunkat, illetve a város történetét, illetve az elmúlt időszakban történt fejlesztéseket, mégis egy kohéziós közösségi programról van szó, ahol egyébként 3 napon keresztül különböző előadásokat, programokat szerveznek a szakszervezetek tagjának, és hát bízunk benne, hogy mind a programok mellett egy kicsit megismerhetik a városunkat is, a környéket is. A Vasas több mint 150 munkahelyen rendelkezik alapszervezettel. Közülük most 28 képviseletében 110 kolléga vesz részt. Megismerhetjük egymást, megismerhetünk más alapszervezeteket, megismerhetjük azt is, hogy ahol éppen a nyári egyetem zajlik magát a várost, egy picit lehetőség van arra, hogy a város látnivalóit megismerjük, illetve nagyon jó programok, előadók vannak a nyári egyetemen, amiből tanulhatunk, meríthetünk a saját mindennapi életünkhöz tudást, illetve segítséget, támogatást a Vasas által azért, hogy itt a nyári egyetemen részt tudunk venni. Az előadásokat szakmai tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása, megvitatása követi. A rendezvény szombaton kulturális programokkal zárul.